Annyira megromlott a miniszterelnök és a jegybank elnök viszonya, hogy Orbán Viktor és Matolcsy György Érdemben már nem beszél egymással. Erről közölt cikket a Bloomberg. A kormány és a jegybank az utóbbi időben többször egymásnak feszült, nyilvánosan üzengettek egymásnak. Pedig azelőtt, hogy Matolcsy György az MNB élére került, Orbán Viktor a jobb kezeként emlegette. A Híradónknak nyilatkozó gazdasági szakember úgy látja, a kormány és az MNB széttartó gazdaságszemlélete leginkább rövid távon okozhat kárt. Jó pár éve még bizalmas viszonyban volt Orbán Viktor, a kormány első embere és Matolcsy György. Azóta viszont megromlott a kapcsolat. A Bloomberg egy forrásra hivatkozva egyenesen azt írja, a felek már nem is beszélnek egymással. Kerestük a jegybankot, amely nem kívánta kommentálni az értesülést, és a kormányzati tájékoztatási központot is, de tőlük adásunkig nem érkezett válasz. A szemléletbeli különbség abból fakad, hogy a kormány pörgetni a gazdaságot, ami az inflációt is megemelheti. A jegybank viszont a pénzromlás ellen lép fel. A kormányfő 2023 őszén többször is kritizálta a jegybank infláció kezelését. A jegybanknak beletörik, bele is törött a bicskája az infláció elleni küzdelembe. És erről nem a jegybank tehet, mert neki csak bicskája van. Matolcsy viszont úgy látja, hibás a kabinet gazdaságpolitikája. Sőt, szerinte korábbi helyettesén Nagy Mátonon keresztül a kormány a jegybank függetlenségét támadja. 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból Nagy Mártont, ki kellett ebrudálnom nekem személy szerint. A Híradónknak nyilatkozó elemző hozzátette, a jegybank törvény módosítása tovább szűkítheti Matolcsy mozgásterét. Slanger Márton szerint nem ez az első belviszálya Fidesz házatáján. Én ezt abban is látom, hogy egy hozzávetőleges bőség időszaka volt a 2010-es évek, amit egy szűkösség időszaka váltott föl, és a kormányban sokkal többet számít jelenleg a pozíció, meg Orbán Viktorhoz képest a pozíció, mert a szűkös javak felosztása ezen múlik. A széttartó gazdaságirányítás a befektető kockázatát növeli, és ez leginkább rövid távon üthet vissza. Hogyha kockázatosabbnak ítéli meg egy befektető az adott országot, akkor az adott ország iránti érdeklődése csökkenhet, ez esetben ugye például a forint gyengülhet, a másik esetben pedig magasabb kockázati felárat vár el, aminek pedig az a következménye, hogy például a most zajló kamat csökkentésben kénytelen lehet a jegybank esetleg alacsonyabb tempóban vágni a kamatokat. Ezáltal a hitelkamatok lassabban csökkennek. Ez a beruházásokra, így pedig a gazdasági növekedésre is hatással lehet, aminek nem örülnek a Karmelitában, de ami ennél sokkal fontosabb, már a háztartások is a bőrükön érezhetik.